Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket itt a ClickTV TV című műsorában, és köszöntöm itt Kóros Benyamint, a, aki a Szociatesz Benyaminja, most egy viccelődjek a nevével, pedig nem szeretek ilyesmit, e, tehát a szociatessz elnöke. E, fiatal ember, aki Magyarországon van és politizál, ez egy ilyen ritka, mint a fehér holó, nem? Hát jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást. Tehát ritkának azért nem mondanám, azonban... Tehát látni kell, hogy a fiatalokat ténylegesen érdekli a politika és érdekli a magyar belpolitikai helyzet. Csak hogy fogalmazzak, szofisztikáltan el vannak lehetetlenítve a fiatalok Magyarországon. De miért vannak el? Mert rosszak, rosszak a kilátások, mind anyagi kondícióban, rosszak a média viszonyok, nincsen akkor a terület megszólalni, rossz az oktatási helyzet, ez is kiváltó annak, hogy vannak fiatalok, akik politizálni akarnak, de nem, nincsenek felvértezve olyan tapasztalattal, olyan tudással, hogy ők későbbiekben a nyílt politikai palettán is meg tudják magukat mutatni. Ugye az nem szégyen, nyugodtan mondja az, hogy nem, hogy tulajdonképpen te simán vég, viszonylag simán végigment ez az oktatási státusztörvény, Szégyennek, szégyen A fiatalokat is érinti, és a fiatalok egy része ki is állt ellene, de a többség az nem állt ki, és a végére bele is fáradt. Hogy szabad-e belefáradni egy ilyen küzdelembe? Vagy nem érezte, a többség nem érezte magáének ezt az egész ügyet? Az én véleményem az az, hogy a többség is érezte azt, hogy nagyon fontos ez az ügy, hiszen Magyarország jövője ezzel az egésszel. Ö, azonban azt látni kell, hogy természetesen a budapesti fiatalok kin voltak a tüntetéseken, ö, szerves részei voltak ugye ezeknek a szerveződéseknek is. Ö, vidéken azért más a helyzet. Tehát vidéken ö, az ott élő fiatalok, az ott élő pedagógusok azért teljesen más helyzetben vannak, mint azok, akik Budapesten élnek és itt tanítanak és ide járnak ö, iskolába. Tehát ö, nem, nem egyszerű azért vidéken, ezt látjuk, halljuk, Ö, ott az iskolaigazgató azért nagy részben van kötve ö, a kormányzati hatalomhoz, vagy ahhoz közel közel áll, így, így, azért nehéz a pedagógusoknak. Ön Egerben él, vagy Budapesten? Én már most Budapesten élek, az egyetemi tanulmányaim véget. Uh -huh. Mert hogy Egerben milyenek a... Tehát, hogy, hogy semmi társadalmi is... érdeklődés nincs a fiatalokban, vagy le vannak szedálva, vagy... Nem, szó sincs erről. Egerben egészen aktívak a fiatalok, ott létezik is a Városi Diáktanács, több éves szerveződés, nagyon aktívak, és ott is volt egyébként tüntetés, legutóbb a Noáris Egerben volt az EGRI szervezésű tüntetésen. Vannak vidéken olyan városok, például Eger is egy jó példa, ami ugye kifejezetten iskola város, ahol vannak ilyenek. Nyilván itt a, a kis településekről van szó, kisvárosok, falvak, ott, ott tényleg nehéz azért kiállni, úgymond a rendszer ellen. Ugye ja, a lányom azt készített egy tanulmányt, tulajdonképpen a szakdolgozata erről szól, hogy a politikában hogyan vannak jelen a fiatalok, illetve milyen szervezeteken keresztül kapcsolódnak be, és hogy a, a, azok a, az ifjúsági szervezetek, amelyek a politikai pártok mellett vannak, azok milyen célt szolgálnak? Milyen célt szolgál például a Societeas? A Societeas szokták mondani hogy tényleg, hogy az ifjúsági szervezetek, akik pártok mellett vannak, vagy pártok alapították esetleg, vagy párton belül működnek, hogy azok káderképzők. Én ezzel nem értek egyet, és szerintem nem is ennek kéne lenni most már a fő feladatnak. Régen természetesen ez így volt. A régent az, hogy a rendszerváltás előtt, vagy, tehát a KISZ-re hát például a kisz ez mondjuk egy jó példa, igen, de akár mondjuk most megnézzük a fidelitást, az a mai napig így működik. Az én véleményem az, az, hogy a világ az annyira átváltozott, és annyira megváltozott, és a fiatalok nyilván ezt érzékelik, hogy nem erre van szükség. A fiataloknál azt kell észrevenni, hogy már nem kifejezetten politikai ideológiák miatt keresnek föl pártokhoz kapcsolódó szervezeteket, hanem ügyek mentén kezdenek el politizálni, és én szerintem az ifjúsági szervezeteknek, így a szociátesznak is ügyeket kell felkarolnia, és ezzel tudja úgymond a saját bázisát is növelni. Itt volt ez a státusz törvény, nem tudom, hogy a szociátesznak milyen szerepe volt abban, hogy itt ennek a, ezzel szembeni artikulálja a véleményét, és minél többen artikulálják a véleményét, és milyen ügyek, ha már beszélt ügyekről, mi az, amit a szociális fel akar vállalni, vagy felvállalt, és ami tulajdonképpen hullámokat is vert. Nézze, szerkesztő úr, azért mi is, mint, mint Szociates, meg nyilván ugye a Societas az MSZP-nek a társulti fiúsági szervezetei, nyilván az anyapárt is figyelembe vette azt a kérését a, mind a diákoknak, mind a pedagógusoknak, szakszervezeteknek, hogy ha nem muszáj, ne mint párt vonuljanak ki mondjuk akár egy tüntetésre, kivéve ugye az utolsó előttit, hanem civilként vegyenek részt és úgy támogassák az ő érdekeiket. Ezt nyilván mi is tiszteletben tartottuk. A szociáltasztnak a fiataljai minden tüntetésen kim voltak. A legutóbbin pontosabban az utolsó előttin is, a 444 írta meg, hogy egyszerre több, száz, vagyis egyszerre több mint 100 mszp és köztük szociáltaszosok is bevonultak a Kossuth -térre. Nekünk kötelességünk biztosítani azt a támogatás, támogatást a, a, fiataloknak, amire nekik ilyen helyzetben szükség van. Igen, de mi történik most? Elfogadták a törvényt, Novák Katalin aláírta, tehát itt már nincs visszaút. A státusz törvény bizonyos pontjainál teljesen figyelmen kívül hagyták a társadalmi szereplők véleményeit. Mit lehet most tenni? Akkor kész, tudomásul vettük, vesztettünk, megyünk tovább? Az én véleményem az az, hogy ö, azt látni kell, hogy a tüntetéseken is, ö, meg a szerveződésekben is leginkább ö, középiskolás fiatalok vettek részt. Ö, ez a rendszer kitermelt most magából egy olyan ö, ifjúságot, egy olyan fiatalságot, akik nem fogják uh, hagyni, hogy a rendszer uh tovább terjeszkedjen. Nyilván ez ugye nekik céljuk, folyamatosan feszegetik a társadalmi határokat, mindig kijelölnek egy társadalmi csoportot, akibe bele tudnak rúgni, és ezt úgy kommunikálják le, hogy de ő a többség érdeke az nem ez. Azonban egyszer el fog jönni az az idő, amikor ez a rendszer szembe találja magát azzal a generációval, amit ő maga termelt ki, és az a generáció az pont azokból a fiatalokból áll, akik kinnáltak a tüntetésen. Szóval szerintem nem fog megállni ez az, egész. az, 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 az állítás, hogy az a generáció már nem egy hitétvesztett, Tunya csapat, hanem ez valami Az én véleményem, az, az ez így van. Én ezt látom. Na, ugye beszéltünk a státuszról, hogy mi az a másik ügy, vagy milyen ügyek vannak még, amit most a ezt Fel akar karolni, és amit, tudjuk, a zászlajára akar tűzni. Nekünk nagyon fontos ügyünk a lakhatás. Azt látni kell, hogy a fiatalok körében egy nagyon komoly a lakhatási válság. Tehát jelen van. Tehát akkor, amikor az egyetemvárosokban, illetve a fővárosban is megfizethetetlenek az albérletek, nem épülnek új kollégiumok, a férőhelyek száma a kollégiumokban az teljesen elégtelen, akkor ez, akkor ez egy nagyon fontos dolog, és egy baloldali ifjúsági szervezetnek azért ez egy, ez egy fontos pont. Hogy a hatásért küzdünk? Személyeskedjünk egy picit. Ugye a néző is kitalálja, hogy a neve alapján van valami közökkoros, Lajos, az a az MSZP alelnöke. Hogy van-e vita az MSZP vezetése és a szociatás között? Mert én azt gondolnám, hogy a dolog természetéből adódóan kellene, hogy legyen. Tehát van-e vitája az édesapjával? Édesapámmal uh, szoktunk vitatkozni, természetesen akár otthon is. Hmm. Elő szokott jönni a politika, természetesen, de meg tudjuk győzni egymást. Tehát tudjuk normális keretek között tartani ezt az egészet. Nyilván sok mindenben hallgatok én is az édesapámra, azért ő egy eléggé tapasztalt ember a, a politikai életet tekintve. Nagyon sok tanácsor ellátott már. Természetesen vannak viták a párt és a szociáltasz és a fiatalok között is, de ez így természetes. tehát hogy Ennek így, ennek szóval így kell lennie. Jelent ha nem lennének viták, akkor szerintem nem is jutnánk előre. Hát vannak, van olyan párt, ahol nincsenek viták, vagy legalábbis semmiféle vita nincsen. Mennyien vannak most, akik, akiket a fiatalok, tehát a szociális utolérés tud aktivizálni? Nem, hmm. Nyilván nehéz egy számot mondani, de... Nehéz számot mondani. Aktív tag, aki ténylegesen aktív, tehát szinte napi, napi szintű a kommunikációnk, helyi szervezetben tag, helyi szervezetben tag, az megközelítőleg egy ilyen 150-200 fő, de ennél nyilván tágabb a bázisa a szociáltasznak is. Azt mondta, hogy egyetemre jár... Az egyetemi ifjúságra általában jellemző az, hogy valamiféle politikai aktivitást mutat. De ezt a politikai aktivitást például akkor, amikor volt a Sziműszti az SZFE ügy, és azt bártam én, de ez lehet, hogy az én naiv elképzelésem volt, hogy itt az egy komplet egyetemi ifjúság kifogálni mellettük, és ez nem történt meg. Tehát, hogy hogy lehet az, hogy én legalábbis nem látom, hogy lenne szolidaritás az egyetemi egy egymás iránt és a, a vesztesek iránt? az én véleményem az az, hogy a, a szolidaritást azt csírájában próbálja megkiölni ez a rendszer az egész magyar társadalomból, így nyilván ugye az egyetemistákból is. Azt látni kell, hogy az SZFE kapcsán tényleg ez a legjobb példa. Valószínűleg azért nem volt akkora átütő ereje ennek az egésznek, mert az egyetemistáknál már nem csak arra kell koncentrálni, ami az egyetemi létből adódik, hogy tanulás, esetlegesen szórakozás, baráti, baráti kapcsolatok építése, hanem itt már tényleg megélhetése is koncentrálni kell. Tehát ők, ők dolgoznak, ezek a fiatalok. Nem, nem tehetik már meg azt, hogy az iskola mellett, az egyetem mellett ne dolgozzanak, mert nem tudják másképp magukat fenntartani. Tehát ebben az országban ez, ez, ez meglehetetlen. Ez szerintem aktivitó. megöli a politikai aktivitást olyan szinten, hogy félnek a, a fiatalok kimenni, hogy nehogy elveszítsék az állásukat, a munkahelyüket, és mindenhol helyt kell állni. Tehát nem, nem, nem tudnak egyszerre három-négy... Négy, ügyben, helyszínen ott lenni, mert egyszerűen a rendszer azt eredményezte, hogy nekik folyamatosan teljesíteniük kell nyilván az egyetemen, és teljesíteniük kell a munkahelyükön, és még a családjuknak is meg kell felelni. a valóban, hogy az egyetemi Ez fiseg, van. a tanulás mellett dolgozik? Így van, igen. És miért? miért? Tehát, Azért, mert az oktatási rendszer az úgy lett, úgy lett átalakítva az utóbbi 13 évben, hogy az, az, az egyetemistáknak mind a lakhatási nehézségek miatt, most például az élelmiszer áremelkedések miatt nincsen lehetőség arra, hogy másképpen fenntartsák magukat. Ö, rossz például most a legfrissebb a diákitel konstrukciója, amit most fogunk uh, igen, 3%-kal most megemelték, amit én egyszerűen baloldali fiatalként nem tudok értelmezni, hogy ezt hogy, hogy képzelik, hogy ezt megcsinálják. De az például elképzelhetetlen, hogy, hogy a szociátesz élére áll egy ilyennek, hogy mégis csak tűrhetetlen, hogy ilyen mértékben megduplázták a kamatát a diák hitelnek, és voltak éppen ellehetetlenítik, hogy a fiatalok hitelhez jussanak és hogy valamiféle együttes lépésre, demonstrációra készüljenek. Ez, ez egy teljes illúzió marabság? Nem mondanám illúziónak, természetesen a hallgatói önkormányzattal nekünk is van kapcsolatunk, ahogyan a többi ö, ifjúsági szervezetnek is Te van. A hallgatói hallgató. Igen, ö, őket ilyenkor nyilván be kell vonni, tehát csak ők érik el a legtöbb egyetemistát, ö, velük el kell kezdeni kiépíteni a párbeszédet, és akkor lehet ebből ö, valamiféle ellenállást vagy ö, vagy valamilyen véleményt kinyilvánítani. Nyilván egyet. természetesen a szociét is tud önmagában is, Igen. de azért az egyetemi hallgatóság nagy részét tényleg a hőok érjen. De abban egyetértünk, hogy ha pont az ifjúságot érintő ügyben, és az egyetemi ifjúságot érintő ügyben, ha nincs semmiféle mozgalom, megmozdulás, nem lehet hallani a hangjukat, akkor a kormány, mint később vajon úgy megy át. Az így van, ez így van. És mit lehet ezzel ellen tenni? Én azt tudom, hogy az egész társadalom nem tud semmit se tenni ezzel a kommunikáció ellen, de valamit a fiataloktól mégis az ember vár. Az én véleményem az az, hogy, hogy erre is valamilyenféle akciót kell kitalálni, amit már mondtam is, hogy a, hogy a, mai fiatalok, így az egyetemisták is ügyek mellett állnak ki, és az ügyeket leginkább akciópolitizálással lehet megjeleníteni, akkor lehet erre, erre esély. Teljes mértékben elképzelhetőnek tartom, hogy a Szociatas kezdeményezi a többi ifjúsági szervezetnél azt, hogy ebben közösen álljunk ki, hiszen a többi ifjúsági szervezetnél is azért a tagság nagy része azért egyetemista. Átérzik. Hát ha így lesz, akkor ezt nyomon fogjuk követni, és akkor már nem volt hiába való mostani beszegget. És köszönöm szépen, hogy itt volt önök. Köszönöm, és köszönöm a figyelmet, viszontlátásra.